Mihelyt Árpád magyarjai bekalandozták az országot, Bácska földje volt az első, ahol meg is telepedtek. Ó, szomorú Bácsország, mely annyiszor lett a megrendítő csapások és pusztulások színhelyévé. És mégis áldott ország, mert a csodás erejű talaj szinte nem bírt kimerülni. Ha csak néhány évtizedes pihenőt kapott, már megint meglepően pótolta minden veszteségét, s egyre másra gyűjtötte az új lakosokat. Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. A Tisza mentén, a délvidéki pusztán, ég és föld találkozásánál. Ahol hazánk eme apró darabkájában is annyi érték sűrűsödött össze, amik mellett nem lehet csak úgy szemtelenül elmenni. S ahogy Petőfi börtönéből szabadult sas lelke, úgy szárnyaljunk tovább mi is szabadon, a bácskai rónák végtelenjén, megismerni tájakat, városokat, embereket. Zenta felől motorcsónakkal érkezünk Magyar Kanizsára, s miután megismertük a csöndvárosát, Martonosig hajózunk tovább, majd a legendás Majom-szigeten zárjuk észak-bácskai kanyargózásunkat. Mintha a magyar kálvárián járnánk itt a Tisza mentén. Legutóbb Zentán az 1944-45-ös magyar írtás helyszínén végeztünk. Magyar Kanizsán meg itt, a tömegsírnál kezdünk, a hely szellemének őrzőjével, Pósa Károllyal. Sajnos így kell kezdeni, mert itt a délvidéken a történelem mindig meglehetősen véres, és az események húzatosak voltak. Itt mindig egy kicsit végigtiport rajtunk a múlt, és hát ezekből a szörnyűségekből bizony nekünk mindig hatványozottan kijutott. Most itt vagyunk Magyar Kanizsán a szigetben, megmutatom nektek azt a helyet, ahol ártatlan magyar emberek tucatjai vannak elhantolva, akiket részint ezen a helyen, részint kicsit odébb, tömegsírokba lődöztek bele, illetve hurcoltak ki a város központjából, a városházának, a pincéből, ahova gyűjtötték őket. Ezeknek az embereknek csak annyi volt a bűnük, hogy magyarként éltek és magyarnak születtek ide a délvidékre. Apák és fiaik vannak itt elhantolva, és a népnek a lelkét, a szellemi nagyságát mutatja az, hogy amikor megtörténtek a kivégzések, még aznap éjszaka valaki az életével játszott, valakinek a hozzátartozója, és liliumhagymákat ültetett el a friss földhányásokra, és ezek a liliumhagymák a mai napig jelzik azt, hogy ezek a szerencsétlen sorsú emberek hol vannak eltemetve. És egy emlékmű megörökíti ezt a helyszínt. Magyar Kanizsa példával járt elő, mert annak idején még a véres Milosevic időkben is mert a város népe egy méltó emlékművet fölállítani a katolikus nagytemetőben, ahol immáron hosszú névsorral, de még mindig nem teljes névsorral, de beazonosíthatóak az áldozatok, és van hol koszorúznunk, van hol fejet hajtanunk az emlékük előtt. Most talán ismerjük meg Magyar Kanizsa történelmének szebbik arcát is. Úgy legyen. Kanizsa ősi múltját jelzi, hogy Anonymus is megemlékezik róla krónikájában, amikor azt írja, hogy 896-ban Zuárd, Kadocsa és Bajta vezérek itt keltek át a Tiszán a folyón túli területek birtokba vételére.
Ahogy Pósa Károly meséli, már 1093-ból írás is emlékezik arról, hogy itt magyar emberek éltek. Ugye a török idők után elnéptelenedik ez a település, majd az 1751-es betelepítés, illetve mezővárosi rangnak az elnyerése után egy igazi fellendülés sikertörténet veszi kezdetét, amit sajnos megszakít az 1848-49-es szabadságharc, amikor is hát a település gyakorlatilag leég, elpusztul, és utána újból kell ezt a fejlődésnek a fonalát fölvenni. De elmondhatjuk, hogy az a bizonyos boldog békeidőszak, amit az impériumváltás 1920-ban megtör, hogy ennek a hozadékát látjuk mind a mai napig. Magyar Kanizsán, ami ér valamit, ami a városnak rangot és értéket ad, az tulajdonképpen a 19. századnak a végén, 20. század elején jött létre. Akár nézzük a téglagyárunkat, templomainkat, középületeinket, a városházánkat, akár Magyar Kanizsa központját, és általában a város képet, ami jelenti, az mind egy jó 100 évre visszamenőleg teremtődött. Az itteni emberek bizony mindig a két kezükből éltek, és egy rendkívül szorgalmas nép lakja ezt a vidéket, akiknek van perspektívájuk, van jövőképük abból a szempontból, hogy mindig mernek álmodni. Erre például az is, hogy mi megteremtünk magunknak olyan lehetőségeket, amelyek révén Kanizsa bővülhet. Akár a gyógyfürdőnk bővítését nézzük, akár a mezőgazdasági földolgozóipart, akár a vállalkozásokat. Tehát azért van itt egyfajta olyan szellemi erő és akarat, ami azt eredményezi, hogy jó itt élni, jó itt lenni magyarnak még a mai napig. A legegyszerűbb és talán legszebb példa erre a lokálpatriotizmusra, arra, hogy mennyire szeretjük ezt a vidéket, az itt van előttünk, ez a szoborcsoport, amit még a véres Milosevicsi diktatúrában is magyar-kanizsai emberek emeltek két városunk szülöttének. Azt mondtuk, hogy nekünk nem kellenek politikusok, nem kellenek nagy megmondó emberek, hanem a miénket, a saját értékeinket akarjuk megmutatni a másoknak. Ezért itt van most Koncz Istvánnak, és mint költőnek, és Dobó Tihamérnak a szobra, akik hát elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres emberek voltak, és közülünk kerültek ki. Talán időskora is teszi, hogy Kanizsa a csöndvárosa. De nem az elmúlás csöndje honol itt, hanem a termékeny szellemi. Kanizsán alakult meg Délvidék első óvodája, és már az 1840-es években színház is volt itt. A délvidéki magyar kultúra mai bástyája a Knesa Oktatási Művelődési Intézmény. Itt működik a Nagy József kreatív műhely is, melynek próbatermében az igazgatóval, Bicskei Zoltánnal beszélgetünk. Az egész épület komplexum a hotellal, kávézóval együtt gyakorlatilag az állam, a régió és a város együttműködésével készült civil kezdeményezésre. Itt nem csak tánc műhelyek vagy táncdarabok születnek, vagy színház események történnek, készülnek, hanem kézművészet, filmműhely és zenei műhelyek is. Tehát a szerves magyar kultúra, amely a hagyományból nől ki, az itt egy otthon talált, hiszen valljuk azt, hogy hagyomány nélkül nincs mai arcú művészet. Igaza van Pendereckinek, mikor azt mondta, hogy a modernizmus elárulta a szellemet és az Istent, hiszen maga a modernizmus az egy természettől elrugaszkodott forma, mi pedig olyan kortárs művészetet szeretnénk művelni, legalábbis az felé vonzódunk és azon dolgozunk, amely a mindenkori nagybetűs hagyományt, és ezen belül is a mi saját magyari hagyományunkat tartsa alapnak. Betérünk az 1768-ban épült Szent Őrangyalok templomába is, amit 1848-ban a szerbek felégettek, de 10 év múlva a hídköveiből újjáépült, s ahová a fény ma is a magyar szentek üvegablakain keresztül árad be. Istenháza után kisétálunk kertjébe is, Kanizsa határába, a járás déli bábos szikes pusztájára, ahol a semmi a minden, ahol a mélység a magasság, ahol az ég a földet éri.
úgy is mondhatnám, hogy az a kis hortobágyunk, amit délnyugatról a telecskai dombok, északról a szabadkai homokvidék, keletről pedig a Tiszának a vonala határol be, és hát Magyar Kanizsának ez az egyik specifikuma, hogy be van ékelődve ez a kiégett sík járás és a nedves Tisza közé. Tehát egy olyan Isten áldotta helyen vagyunk, amelyre még Hanvas Béla is azt mondta, hogy itt az öt géniusz is találkozik. Nem véletlen ennek a csodálatos helynek az adottsága, ugyanis itt fakad mögöttem a Csodakút gyógyfürdő, egy forrás, egy termálvíz, amit jó pár száz évvel ezelőtt az itt élő emberek fedeztek föl, és a járási szikes talajból előbugyogó, meglehetősen büdös, de ugyanakkor iszonyatos energiákat felszínre hozó vízből gyógyhatású fürdőt sikerült a városnak kreálnia. Úgyhogy amikor itt vagyunk a síkon, akkor mindig egy kicsit átértelmeződik a létünk, mert úgy érzi az ember, hogy oda vagyunk varva valahol a horizontra. Itt mindig minden nehezebb, ami a válladra támaszkodik. Tehát amikor az ég alatt állsz, akkor úgy érzed, hogy súlya van a mindenségnek, és te egy picinke kis öltés vagy csak, a Jóistennek az öltése, ami összetartja az eget és a földet. A földben ledöfött szövek itt a délvidéken, az mindig már önmagában egy akció, az önmagában úgy megmásítja a létet, a látványt, hogy átértelmeződik minden, ami volt, és minden, ami lesz. A járás pedig különösen alkalmas arra, hogy az ember elmélyüljön, és egy olyan fajta szakralitást lop az itteniek életébe, ami számtalan művészünket, de az egyszerű embereket is megiklette. Úgyhogy a járást ilyen dédelgető, féltő szeretettel őrizzük, ősiségében olyannak, amilyen, és olyan álhítat vesz erőt az idegen emberen is, hogy óhatatlanul fölötlődik az emberbe, hogy szent ez a hely, a magyarságnak az egyik legszentebb, legősibb helye, amely talán még a nagy állattartó korból, talán a több ezer éves múltunkból maradt itt velünk, és amit tovább szeretnénk tisztelni, és valahol a lelkünkben tovább megőrizni. Egyrészt nekünk ez a hazánk, ez a síkság, ez a magyar kanizsai lét, másrészt azt tekintheted igazán hazádnak, amit a templomot tornyából belátsz, tehát a szülőföldetet, a szülőhazádat. És így délvidéki kisebbségiként, magyarként megélni a haza fogalmát bizony igen nehéz, ugyanakkor egészen pontosan lehet definiálni azt, hogy ameddig a harangunk szava elér, addig van a hazánk, és ameddig van kinek harangozni, és van miért harangozni, addig lesz értelme annak is, hogy itt magyar szó elhangzott, és magyar emberek élnek. Szép volt, jó volt, és menjünk tovább. Ismét talán a gyermek. Újra motorcsónakra szállunk László barátainkkal, hogy tovább hajózzunk szembe a Tisza árjával, szembe a trianoni határral, szembe a múló idővel. Megnézzük Kanizsát, lehet, hogy ismerjétek is. Húsa kapcsival. Hát találkoztam. Minden jó volt. Szerénység, bánság, bácska. Tisza legszebbik folyása, az ország éléskamrája, a magyarok hazája. Lágy húz a mező, ringat a délvidéki szél, sírdogál egy kis madár, fészke, csupa-csupa vér. Lábát törték, megkergették, bunytűztek vele, de ő énekel, csak énekel, ez maradt minden fegyvere. La 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 la, la 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 la, la 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 Koszorúja, körbefonja rég az öreg temető. A meggyalázott sírok között bolyong egy magyar kisfiú. Apja keresztjéhez érve letérdel úfokat hosszú. Lá, 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 lá,
Egészen Martonosig siklünk a Szőkesejen fátyol. Toronyiránt ballagunk be az Árpád-kori településre, amelynek török feletti győzelmét Tinódi Lantos Sebestyén is megénekelte. A falu főterét a barokk stílusú katolikus templom határozza meg. Savelin Zoltán plébános kísér be a templomkertbe, ahol szobrok emlékeztetnek Martonos zivataros múltjára. A visszatérő motívum szomorú és megszokhatatlan. Egy emlékkő, egy név és egy évszám. Werner Mihálynak hívták a plébánost, akit 1944-ben 24 magyarral együtt kínoztak halálra. De a közösség él, mert ahogy a plébános mondja, a néphite elpusztíthatatlan. Ez a község kétszer meghalt háromszor újjá született. Valójában szinte porig rombolták, fölégették, kifosztották, elűzték lakosait, de mindig újjá tudott születni, talpra tudott állni, a mai napig is ugye itt vagyunk, hála jó Istennek vagyunk, és hát iparkodunk őseinknek a nyomdokain tovább haladni, építeni közösségünket, családjainkra, nagyon sok gondot fektetünk, a fiatalságunkra különösképpen, de ugyanakkor felkoruljuk az időseket is, mert ugye az élet az a bölcsétől a sílig tud tartani, és hát nekünk mind a kettő nagyon fontos építeni a múltunkra, de biztosítani vagy előre nézni a jövőbe. Ugye nem is emlékszünk, hogy a Délvidéken találkoztunk-e már Rákóczi szoborral? Hát, hogy átvevén a szót, ugye? Hát Délvidéken minden szoborból van elég sok Mátyás király, Kossuth Lajos, Turul madara, de egy ilyen Rákóczi szobor nagyon ritka, azt hiszem, sőt, talán egyedülálló, és az ötlet a Kanizsai Rákóczi Szövetség oszlopos tagjának fejéből pattant ki, és egy egri fafaragó csinált az egészet. 1705-ben a kurusz csapatok betörtek Martonosra, tehát mondhatnák idézőjelben úgy, hogy fölszabadították, csak ezt nem így szoktuk mondani, és átúsztattak a Tiszán, és ez a szobor a lovast ábrázolja, ahogy a kurucok kapaszkodnak föl a Tisza parton, és ebben mi is benne vagyunk ebben a Rákóczi szoborban valahol, csak a másik oldalon. Ők jönnek kifelé a habukból, mi meg lassan megyünk bele. Bácskai utazásunk végén, a nyári napnak alkonyulatánál megállunk a kanyargó Tiszánál. Épp a kötélen vízbe ugráló fiatalokról Majom-szigetnek is nevezett legendás Rubin-szigeten kötünk ki. Tábortüzet rakunk bácskai betyárbarátainkkal, hadat üzenünk az elmúlásnak, s itt maradunk örökre, legalábbis egy röpke, mint halálig. Ez a Rubin-sziget elnevezése, ez megelőzi a Majom-sziget nevet. Ez a múlt homályába vész, mint általában legendák. És ez a történet úgy kezdődött, hogy itt, ahol most állunk, itt egyáltalán nem volt semmilyen sziget pár száz évvel ezelőtt. És abban az időben Erdélyből fekete kőr is tutajokon, deregjéken szállítottak ide hozzánk a faanyagot és a sót. És volt egy csodálatos erdélyi férfi, akit úgy hívtak, hogy Dimény Gáspár, a legdaliásabb és a legférfiasabb férfi, aki vezette mindig a csoportot, és Kanizsán,
akkor már ilyen nagypolgári életforma zajlott. Kanizsának a legszebb lánya és a legbüszkébb, akit úgy hívtak, hogy Palotás Rozália, az, mikor megpillantott a Gáspárt, halálosan szerelmes lett bele, és Gáspár, ugyanúgy, hogy megpillantott a Rozáliát, szintén szerelemre gyulladt, és egy gyönyörű rubin nyakéket adott Palotás Rozáliának, ami valamikor az édesanyjáé volt, és Palotás Rozália, mivel hogy egy büszke lány lévén, fogta a nyakéket és belehajította a Tiszába, és azt mondta, hogy az én szívemet nem fogod megnyerni holmiféle vásári, bazári dolgokkal, azt hozzad nekem legközelebb, ami neked a legdrágább. És akkor Dimény Gáspár visszament, megpakolta újra a tutaját, sóval, mindennel, amit itten gabonára cseréltek, és a Marosom fő felé haladtak Erdély felé. És Nagy Boldog Asszony havának a második részébe egyszer megjelent a Gáspár a tutajjal, és az egész kanizsa kint várta a parton, és ahogy megközelítette volna kanizsát, fogta a fejszéjét, és szétverte a fekete kőris tutaját, és a sórakománya együtt eltűnt a Tisza habjába, és belefulladt, mivel hogy a Rozáliának a legdrágábbat adta az életét. És onnantól kezdve Palotás Rozália minden nap kijött a Tiszapartra, és mindig azt motyogta, hogy jönnek már, jönnek, és megőrült valójában, és a Tiszaparton is halt meg, mint egy szegény koldus asszony. És onnantól kezdve, ahol itt a deregje elsüllyedt, fönnakadtak ilyen uszadékpák, meg minden, és úgy kezdett a sziget kialakulni. Általában a legendák világa az olyan, mint a mi életünk. Hogyha a csillagokba nézünk, először a Tisza fenekére kő pillantanunk, akkor látjuk meg a csillagok ragyogását, ahol az őseink valahol visszatekintenek ránk, és ha nem ápoljuk a legendákat, akkor mi nem legendává válunk, hanem csak uszadék hulladékká, amit a Tisza vize el fog sodorni. Csillagom, virágom, de szökik már az este. Öltöztes, vetkőztes, a csillag szép szemedbe. Takargass kezeddel, és boríts béhajaddal. Csillagom, virágom, de teljesen magaddal. Tedd mellém szívedet, holtig égő lángnak, virágzó csillagnak, a virágzó Tiszának. Tiszának, Dunának, de örök a járása. Dunának örök a járása. Így maradt a Gáspár és én mindörökre árva. Csillagom, virágom, de szökik már az este. Búcsúzzunk el mostan, talán mindörökre.